Ellentmondó hírek az ellentámadásról. Az ukránok szerint áttörtek, az oroszok szerint nem. Újabb takarékossági csomag a franciáknál, ha nem lesz eredmény, télen áram- és gázkorlátozás lehet. Hamarosan munkába állnak a határvadászok, naponta több százan próbálnak átszökni a magyar határon, a szerb oldalon ismét lövöldöztek. Zavargások törtek ki Irakban, megrohamozták az elnöki palotát is, sokan meghaltak. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Ellentmondó hírek érkeznek az ukrán ellentámadásról a herszoni régióban. Kijev szerint a hadművelet sikeres, és több helyen is áttörték az orosz védelmi vonalat. Moszkva szerint ez nem igaz, sőt az ukránoknak jelentősek a veszteségeik. A herszoni régió kulcsfontosságú a háború szempontjából, onnan vezet az út a Krímbe, amelyet 2014-ben csatolt el Oroszország Ukrajnától. Több lakóházból is csak romok maradtak a dél-ukrajnai Mikolaivban. Ukrán jelentés szerint két civil halt meg az orosz támadásban. A szobában voltam, éppen tévét néztem, amikor becsapódott a lövedék. A lökés hullám a ház egyik oldalát tarolta le. Panaszolta a rajtásnak egy férfi, akinek a felesége meghalt a robbanásban. A támadás nem sokkal azután történt, hogy a kijevi vezetés bejelentette, átfogó ellentámadást indítanak Ukrajna déli régióiban. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Mikolaiv régióban elfoglaltak egy falut, de az orosz barátvezetés sikertelennek minősítette az ukrán támadást a szomszédos Herszon megyében is. Senki sem szabadítja fel Herszon régiót vagy a várost, és senki sem vonul vissza. A nyugat által irányított ukrán elnök pedig minél többet hirdeti az offenzívát, annál többen akarnak elmenni arra a népszavazásra, amellyel Oroszországhoz csatlakozhatnak. Bármilyen sajnálatosnak is hangzik, mi építjük újjá Herszon, és mindent visszaadunk azoknak, akik az ukrán nacionalisták csapásaitól szenvedtek, mondta a régió oroszok által kinevezett helyettes vezetője. Az ukránok szerint Herszon megyében már több helyen áttörték az ellenség vonalait, az orosz védelmi minisztérium azonban ezt határozottan tagadta, szerintük az ukránok nagy veszteségeket szenvedtek. Az ukrán elnök hétfőjeli videóüzenetében megerősítette az ellentámadást, részleteket azonban nem közölt. Találkozókat tartottam a katonasággal, a hadipar képviselőivel és a kormányzati tisztviselőkkel. Fontos egyeztetéseket, fontos témákról, amelyekről azonban helytelen lenne beszélni, de idővel mindenki láthatja az eredményt, amikor védőink elpusztítják az ellenség bázisait és főhadiszállását, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky. Az elnök több keleti és déli megye mellett a Krím-félsziget visszafoglalásáról is beszélt. A 2014-ben elcsatolt területre az út a Herszon régión át vezet. A csak nem 300 ezer lakosú Herszon volt az első nagyobb város, amelyet elfoglaltak az oroszok még a háború első napjaiban. Azóta is ez az egyetlen ukrán regionális központ, amely Moszkva irányítása alá került. Újabb drasztikus intézkedésre kényszerül a francia kormány az energiaválság miatt. Első körben a vállalkozásoknak kell csökkenteniük az energiafogyasztást, de takarékosságra kérik a lakosságot is. Ha nem lesz jelentős változás, már télen áram- és gázkorlátozásokat vezethetnek be Franciaországban. Ebédelnek a vendégek ebben a párizsi étteremben. Az árak egyelőre alig változtak, a dolgozók szerint azonban ez tarthatatlan. Megdrágult a tej, a vaj, a tejszín, de leginkább a húsért kell többet fizetni, panaszolja az egyik szakács. Az éttermek arra kényszerülnek, hogy valamelyest csökkentsék az adagokat, és olcsóbb hozzávalókból próbáljanak meg jót főzni. A séfek mindent megtesznek, hogy az emberek továbbra is éttermekbe járjanak. Az ételeket hozzáigazítják a jelenlegi válsághoz, de ennek nem lesz jó vége, mondja egy vendég. De nem csak az egyre dráguló alapanyagok jelentenek nehézséget az éttermeknek. Hétfőn a miniszterelnök bejelentette, minden vállalkozásnak 10%-kal kell csökkenteni az energiafogyasztását, ellenkező esetben korlátozások lépnek életbe. Ha korlátozások lesznek, első körben a vállalatok számíthatnak áram- vagy gázkimaradásra, erre fel kell készülni, mondta a miniszterelnök hozzátéve, jobb lenne, ha mindenki maga választaná meg, hogyan tud úgy működni, hogy közben energiát takarít meg. A lakossággal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, mindenki a saját lehetőségeihez képest takarékoskodhat az energiával.
Franciaországban tavaly befagyasztották a gáz és az áram árát, de a jövő év elejétől megszüntetik az ársapkát. A kormány arra számít, hogy sokan nem tudják majd kifizetni a számlákat. Az infláció is megugrott, legutóbb a 90-es években volt ilyen magas. A francia államfő a múlt heti kormányülésen a várható gazdasági megrázkódtatásokra figyelmeztetett. Azt kell, hogy mondjam, hogy véget ért az a gondtalan élet, amit eddig éltünk, mondta Emmanuel Macron. Közben a francia elnök megállapodott Algériával, hogy az afrikai ország 50%-kal növeli a földgázszállítást Franciaországba. Ez segíthet abban, hogy Párizs részben megbirkózzon az oroszországi gázimport leállításával kapcsolatos gondokkal. Újabb óriás hitelt kért Németország legnagyobb gázimportőre, hogy elkerülje a csődöt. Júliusban egyszer már kaptak egy 9 milliárd eurós állami mentőcsomagot, de a pénz gyakorlatilag egy hónap alatt elfogyott. Most újabb 4 milliárd eurót kérnek, amit valószínűleg meg is kapnak, ugyanakkor kérdés, hogy ez a pénz meddig lesz elég. A cég azért került bajba, mert július óta akadoznak az orosz gázszállítások Németországba. Augusztus utolsó napján ismét leáll a gázszállítás az északi áramlat egyes vezetéken, így Németországba egyáltalán nem érkezik majd orosz gáz. A Gazprom tájékoztatása szerint háromnapos karbantartást végeznek majd. Robert Habeck német alkancellár hétfőn arról beszélt, korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy egyáltalán ne érkezzen gáz Oroszországból. Most pedig már attól tart, hogy a Gazprom nem fogja újraindítani a szállítást a karbantartás után. Az orosz gázszállítás leállításának lehetősége a nyáron még talkshowban, politikai beszédekben csak retorikai szinten jelent meg. De ez már nem csak lehetőség, ez most már valóság, a keserű valóság, fogalmazott a német alkancellár. Ha az oroszok nem nyitják meg újra, legalább részben a gázcsapot, Németország a jelenleginél is nagyobb problémákkal nézhet szembe, nem csak energetikai, hanem gazdasági téren is. A legnagyobb német gázimportőr már így is óriási veszteséget termelt. A kieső orosz gázt ugyanis máshonnan kénytelenek pótolni, ami nagyságrendekkel többe kerül. Az Uniper az év első 6 hónapjában 12,3 milliárd euró veszteségről adott hírt. A cég most újabb 4 milliárd euró hitelt készül felvenni, a korábbi 9 milliárd euró hitelkeretük ugyanis elfogyott. Az Uniper veszteségét részben már így is a fogyasztókkal fizettetné meg a német kormány. Októbertől egy új adónemet vezetnek be, aminek értelmében plusz 2,4 eurocentet, vagyis csaknem 10 forintot kell fizetniük a felhasználóknak a gázért kilovattóránként. A német háztartásoknak így éves szinten átlagosan majdnem 500 euróval, mintegy 200 ezer forinttal kell majd többet fizetniük. De az sem biztos, hogy minden háztartásba jut elegendő mennyiség a téli időszakban. Erről a szövetségi hálózati ügynökség szóvivője beszélt az M1-nek adott interjújában. Fiete Wulf azt mondta, számításaik szerint már így is 20%-kal kellene csökkenteniük az ország energiafogyasztását, hogy ne lépjen fel hiány. Most az a legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az energiával Németországban, annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük a telet. A szövetségi hálózati ügynökség számításai azt mutatják, hogy ha 20%-kal tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, akkor van rá esély, hogy nem fog bekövetkezni fizikai gázhiány. Ennek feltétele az is, hogy tele legyenek a gáztárolók, és hogy további importról is gondoskodjunk, nyilatkozta a szóvivő. A Bundestag múlt héten fogadta el legújabb energiatakarékossági csomagját, eszerint szeptember 1-től a középületeket legfeljebb 19 Celsius fokra fűthetik fel, a folyosókon és az előcsarnokokban pedig teljesen le kell kapcsolni a fűtést. A legnagyobb német ingatlan kezelő cég pedig már korábban bejelentette, csökkentik a lakások éjszakai fűtését is. Ezerint télen legfeljebb 17 Celsius fokra fűthetik csak lakásaikat az emberek, éjjel 11 és reggel 6 óra között. Ezekkel az intézkedésekkel próbálják ellensúlyozni a kieső orosz gázt. Ha szeptember 2-án nem indul újra, legalább részben a gázszállítás az északi áramlat egyes vezetéken, várhatóan szigorúbb intézkedésekre lesz szükség Németországban. Megjöttek az engedélyek, amelyekkel elkezdődhetnek Paks 2 kivitelezési munkái. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Prágában. Szijjártó Péter elmondta, hogy az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az 5-ös reaktor építési engedélyét, valamint a nukleáris sziget létesítéséhez szükséges engedélyeket. Mostani energiaválság kiemeli a nukleáris energiaberuházások jelentőségét.
Magyarország számára stratégiai fontosságú a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése, hiszen ez tudja majd garantálni azt, hogy a nemzetközi energiapiacok hosszú távú bizonytalanságától függetleníteni tudjuk magunkat, és garantálni tudjuk Magyarország biztonságos energiaellátását. Kiemelten fontos, hogy megvédjük a déli határunkat, ezt mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Szegeden, ahol több csoportban zajlik a határvadászok képzése. Rétvári Bence arról beszélt, hétről hétre 100-200 fővel indulnak képzések országszerte, szeptembertől pedig munkába is állnak a határvadászok. Két évvel ezelőtt naponta körülbelül 120-an akartak illegálisan átjönni a magyar határon, tavaly körülbelül 330-an, idén pedig 640-en. Ez naponta. Ez mutatja, hogy egyre nagyobb feladat a határvédelme, ezért indult el a határvadászoknak a kiképzése. Nem enyhül a nyomás a déli határon. Tegnap ismét több mint 900 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és a katonáknak. Hét embercsempészt is elfogtak. A határ szerb oldalán élők közben ismét fegyverropogásra ébredtek. Moccanni sem lehet a szabadkai befogadótábor udvarán. Hetek óta telt ház van, ezért a migránsok már a környéket is elfoglalták, mindenhol ott vannak, beköltöztek az elhagyott épületekbe és az erdőkbe. Sátortábort vertek Horgosnál is, szétdobált ruhák, pokrócok és szemét, így néz ki közvetlenül a magyar határ túloldala. Az illegális bevándorlók innen próbálnak éjszakánként átjutni Magyarországra, legtöbbször sikertelenül. Sok katona van a magyar határnál, emiatt nagy gondot jelent átjutni a határon. Az itt lévő migránsok nagy része, nagyjából 100-an minden nap megpróbál átszökni a határon, de mindig visszatoloncolnak bennünket ide, Szerbiába, mondta ez a pakisztáni migráns. A sineken gyalogolnak a migránsok Horgosnál, folyamatos az utánpótlás, a helyiek azt mondják, nincs nyugalmuk, rendszeresek ugyanis az összetűzések az illegális bevándorlók között. Csend, az elmúlt meg a félelem van csak ebből. Meg ahova bírnak menni, oda be is mennek. Egyre gyakoribb a lövöldözés is a magyar határnál. Horgoson néhány hete fegyverropogás hangját rögzítette a térfigyelő kamera. A videó egy erdős területen készült, jól hallatszik, a fegyverek nem csak egyszer sültek el, hanem szinte egy percen át folyamatosan lehetett hallani a lövéseket. Ropognak a fegyverek napok óta ismét a maghetesi erdőben is. A helyiek már félelemben élnek, hiszen sokan még nem dolgozták fel azt a júliusi esetet, amikor a migránsok között leszámolás történt az erdőben. A lövöldözést szinte az egész környék hallotta. Többen súlyosan megsérültek, sőt az összecsapásban egy ember meg is halt. Éjfél előtt nem sokkal ismét lövések dörrentek. Írták a maghetes a mi közösségünk nevű Facebook csoportban kedd reggel. A kommentek alatt az is szerepelt, hogy már hétfőn éjszaka is ropogtak a fegyverek. Éjfél előttünk itt a Podgorszka végén is, hogy van Miki sarkánál egy komolyabb lövöldözés. Utána egy 8-10 percre egy járőrkocsi végigment. Egyre nagyobb a migrációs nyomás. Csak hétfőn 928 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a magyar rendőröknek és a katonáknak. Hét embercsempészt is elfogtak. Újabb adókedvezmény jöhet, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írta, a 2024 végéig meghosszabbított kedvezményes lakásáfa akár 2028. december 31-ig is alkalmazható, ha az építési engedély 2024 végéig véglegessé vált, vagy egyszerű bejelentés esetén az építést addig az időpontig bejelentették. A javaslatot ősszel tárgyalhatja az országgyűlés. 12 elektromos busz áll forgalomba Debrecenben. A járművek egy töltéssel akár 315 kilométert képesek megtenni. Klímával felszereltek, és kilométerenként 60-70 forinttal olcsóbb üzemeltetni őket, mint a dízelbuszokat. Steiner Attila arról beszélt, hogy a kormány a jövőben is támogatja a közösségi közlekedés zöldítését. Magyarországon körülbelül 2900 darab busz van forgalomban a helyi közlekedés esetében. És tekintettel arra, hogy a magyar széndioxid emisszióknak a 20%-a a közlekedési szektorból jön,
Ezért nagyon fontos, hogy minél inkább a közösségi közlekedés irányába toljuk el a közlekedést, illetve azok az eszközök pedig széndioxid kibocsátásmentesek legyenek. Semmit nem kértek tőlük azért a több százmilliós adományért cserébe, ami az Egyesült Államokból érkezett Márki-Zay Péter Egyesületének számlájára. Ezt állítja a baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje. Hódmezővásárhely polgármestere a Magyar Nemzetnek azt állította, hogy a támogatás nem volt titkos, annak ellenére, hogy csak néhány napja derült ki. Közben a századvég jogi szakértője az M1-en arról beszélt, alapos hatósági vizsgálatra lenne szükség az ügyben. Nem kértek tőlünk cserébe semmit, ezt állította a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában a baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje. Márki-Zay Péter ezt annak kapcsán mondta a lapnak, hogy megkérdezték, miért kaphatott szervezete a Mindenki Magyarországa mozgalom még az áprilisi választások után is több százmilliós adományt az Egyesült Államokból. A hódmezővásárhelyi polgármester a nagy összegű külföldi adományokról szólva a Magyar Nemzet újságírójának arról is beszélt, az a szerencse, hogy semmi titok nincs benne, különben ön nem tudna róla. 100 milliók érkezhettek törvénytelenül Márki-Zay Péter a baloldal bukott miniszterelnök jelöltjének mozgalmához. Erről írt még hétfőn szintén a Magyar Nemzet. A labban a baloldal volt miniszterelnök jelöltjének egy podcast interjúját idézik. Márki-Zay Péter a Magyar Hangnak arról beszélt, ez egy tételben érkezett sok donortól sok adomány, amit azonban egy adomány gyűjtött össze az Action for Democracy Amerikában, és úgy utalta át az MMM-nek. A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy az említett amerikai szervezet Soros György támogatását élvezi, ennek egyik bizonyítéka szerintük Korányi Dávid személye. Azt írják, az Amerikai Egyesület ügyvezető igazgatója a New Yorkban élő Korányi Dávid, aki Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök főtanácsadója volt 2010 előtt, jelenleg pedig Karácsony Gergely főpolgármester nemzetközi kapcsolatait szervezi. Határozottan kimerem jelenteni, hogy legalább egy alapos pénzügyi gazdasági akár hatósági vizsgálatot is megér ez az elszólás. Ez pedig már a századék jogi szakértője mondta a Kossuth Rádióban. Ifjabb Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, az ügyészség feladata lehet majd, hogy megvizsgálják ennek az ügynek a gazdasági pénzügyi vonatkozásait. A szakértő hozzátette, ez az ügy azonban már nem csak a választások biztonságát veszélyezteti, de állambiztonsági területeket is érint. A kérdés mindig úgy merül fel, hogy ha külföldi szervezetek vagy személyek beavatkoznak a belpolitikába, segítik a magyar viszonyokat, az Magyarország érdeke, vagy Magyarország érdeke ellen történik, és az is egy nagyon fontos kérdés, hogy nemzetbiztonsági kérdésként, kockázatként kell tekinteni az ilyen típusú közvetítői tevékenységre, vagy sem. Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette, a Magyarországon jelenleg hatályos szabályozásoknak az a céljuk, hogy az országgyűlési választások eredményére, és ezen keresztül a kormányzati döntéshozatalra a választó polgárokon kívül más, például külső érdekeket képviselő szervezet ne gyakorolhasson befolyást. Szlovéniában egy idős otthon 700 lakója került elkülönítőbe a koronavírus terjedése miatt. Az országban néhány helyen nőtt az oltási hajlandóság, ám leginkább azok között, akik már a negyedik vakcináért jelentkeznek. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana tudósított. A kormány oltással foglalkozó szakbizottságának tagja felszólította a 80 év feletti személyeket, azonnal vegyék fel a második emlékeztető oltást, és nyomatékosította, hogy az adatok azt mutatják, hogy ezen oltás a 80 év feletti korcsoportban nagymértékben megvéd a koronavírus okozta betegség súlyos lefolyásától. Az oltás népszerűsítése azonban a szakértők szerint nagyon fontos a 60 évnél idősebb korosztályban is, ahol az első adag emlékeztető oltással csupán 60%-os az átoltottság. Olaszországban a Kentaurnak elnevezett vírusvariáns terjedésétől tartanak. Szakértők szerint ez a mutáció okozhatja a járvány következő hullámát éppen a tanév kezdetével egy időben. Az országban az utóbbi 2,5 évben csak nem 22 millióan fertőződtek meg. Sárközi Júlia jelentkezett Rómából. Több mint 8 millió tanuló készül visszatérni az iskolapadokba, valamint több mint 1 millió pedagógus. Az iskolai igazgatók is ettől tartanak, hiszen egyrészt nagy az ünnep, 2020 márciusa óta először térhetnek vissza tanárok és diákok szájmaszk nélkül majd az iskolákba, nem kell biztonsági távolságot tartani, a pedagógusok számára nem lesz többé kötelező az oltottság, és most először 2,5 év óta a diákok kettesével ülhetnek vissza a padokba.
Az elmúlt hónapokban több 10 millió amerikai halasztotta el az emlékeztető oltás felvételét. Kivárták, hogy az Omikron alvariánsai ellen is védelmet nyújtó frissített vakcinák forgalomba kerüljenek. Az amerikai gyógyszerfelügyelet várhatóan holnap, azaz szerdán zöld utat ad a Moderna és a Pfizer módosított oltóanyagának. A két gyógyszergyártó összesen 175 millió adagot szállít majd le az amerikai kormány megrendelése alapján. A Moderna emlékeztető oltása felnőtteknek lesz elérhető a tervek szerint, míg a Pfizer oltanyagával a 12 évesnél idősebbeket oltják majd. Ezek az emlékeztető oltások ugye védelmet biztosítanak a koronavírus eredeti törzse mellett már az Omikron néven ismerté vált, roppant gyorsan terjedő BA4 és BA5-ös alváltozatokkal szemben is, amelyek tovább továbbra is az amerikaiak tízezreit betegítik meg naponta. Zavargások törtek ki Irakban, miután lemondott egy vallási vezető. A tüntetők betörtek a kormányzati negyedbe, több palotát is elfoglaltak és összecsaptak a rendőrökkel. A legfrissebb adatok szerint már több mint 20 halottja van a zavargásoknak. A fővároson kívül is voltak tiltakozások, ezért országos kijárási tilalmat vezettek be. Tüntetők törtek be hétfőn a zöld zónaként ismert kiemelten védett bagdadi kormányzati negyedbe. A randalírozók beugráltak az egyik palota medencéjébe kezükben iraki zászlóval és vezetőjük Muqtada al-Sadr fényképeivel. A tüntetők megrohamozták a kormánypalotát és a biztonsági erők könnygázzal próbálták megállítani őket. Később lövések dördültek, a felfordulásban azonban nem lehetett megállapítani, honnan tüzelnek. A tiltakozók ekkor Bagdad utcáira vonultak. A különböző politikai nézeteket valló csoportok egymásnak estek. Kövekkel dobálóztak, de a sajtó szerint fegyverek hangját is hallani lehetett. Ez egy iraki forradalom, Irakot vissza kell adni a népének, mondta az egyik tüntető. Irak déli részén több síta többségű tartományban is zavargások törtek ki, ezért országos kijárási tilalmat vezettek be. Az összecsapások azután kezdődtek, hogy a befolyásos síta muszlim hitszónok Muqtada al-Sadr válaszul a csaknem egy éve húzódó politikai padhelyzetre, hétfőn a Twitter oldalán bejelentette, hogy visszavonul a politikától. Korábban a vezetőnk parancsaira köteleztük el magunkat. Most levette rólunk a kezét, kivonult a politikából. Hagyja, hogy a nép átvegye a vezetést. Ma a néptanács előtt állunk, nem a kormány előtt. És a nép most kint van, és itt maradunk, és folytatjuk. Nem megyünk el, készek vagyunk meghalni, nincs vesztenivalónk, mondta Assad egyik támogatója. A síta hitszónokot sokan támogatták, ugyanis elutasította mind az amerikai, mind az iráni beavatkozást az iraki belpolitikába. A tavalyi választásokat ugyan megnyerte, a kormányalakításhoz azonban nem volt meg a többsége, és mivel próbálkozásai rendre kudarcba fulladtak, júniusban visszahívta parlamenti képviselőit. A bizonytalanság tovább növelte a politikai instabilitást az évek óta válsággal küzdő országban. A mostani ráadásul nem az első visszalépése Assadnak, ezért bejelentését is sokan blöffnek tartják. Az összecsapások hétfő éjjel is folytatódtak. Irán lezárta iraki határait, Kuwait pedig felszólította állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Irakot. Tovább küzdenek az erdőtüzekkel az Egyesült Államok nyugati partvidékén. 9 államban több tucatnyi helyen dolgoznak a tűzoltók. Munkáikat nehezíti a száraz, meleg idő és a megerősödő szél. Eloltották a bozott tüzet Los Angeles külvárosában. Pihenésre azonban nincs idejük a tűzoltóknak. Július közepe óta 3-as szintű riasztás van érvényben az 5 fokú skálán a pusztító erdőtüzek miatt. Jelenleg 9 államban több mint 40 helyszínen dolgoznak a tűzoltók, főként az ország nyugati részén. Az Oregon és Kalifornia határán fekvő Klamath nemzeti erdőben egy hónapja ég a növényzet. A szárazság és a szél miatt ma már 2-szer akkora terület lángol, mint pár nappal ezelőtt. Több mint 700 tűzoltó dolgozik jelenleg a helyszínen, egy újabb légibázist is kialakítottak, hogy még több helikopter és repülő tudja oltani a területet. Egy tűzoltó vesztette életét eddig az oltás során, épületek égtek porig, miközben folyamatosak az evakuálások. Az előrejelzések szerint marad a száraz, meleg idő, és a szél is élénk lesz, ami tovább nehezíti az oltást. Idén már 2,5 millió hektárnyi terület égett le az Egyesült Államokban.
Álomfürdőzésre mehettek a Ments életet a közhasznú alapítvány gondozottjai. A szervezet már 12 éve segíti a súlyos, életet veszélyeztető betegségben szenvedő, vagy ezekből gyógyuló gyermekeket és családjukat. A Vásd valóra te is egy beteg gyermek álmát programban a kisbetegek titkos vágyait, kívánságait teljesítik. Nem véletlenül említettem, hogy szülőkkel és testvérekkel érkeztek. Nagyon nagy szerepe van a testvéreknek ebben a helyzetben, ugyanis a beteg gyermek körül forog általában a család. Tehát a testvérek többnyire háttérbe kerülnek. Itt most mindenki együtt lehet. Teltházas koncerttel ünnepelték a kongresszusi központban a 10 éves Bojki Soul & Gospel kórust. A fellépők között volt Horváth Csárli, Miklós Erika és Mező Misi is, aki az emegynek azt mondta, a gospelt, vagyis a dicsőítő dal műfaját Bojki Balázs hozta el Magyarországra. Teltházas koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Bojki Soul and Gospel kórus. 2000 ember tapsolt a civilekből álló kórusnak és profi zenei vezetőjüknek a budapesti kongresszusi központban. A meghívott vendégelőadók között volt Mező Misi, aki a főpróbán azt mondta, a magyar közönség Bojki Balázsnak köszönheti, hogy a gospelt, vagyis a dicsőítő dal műfaját itthon is megismerhetik. Magyarországon azt látja az ember, hogy ha elkezd egy gospel kórus énekelni, akkor csak azt látja, hogy az embereknek jár a keze lába, és nem értik, hogy miért van. Hát azért van, mert a Szent Szellem az dolgozik bennük is, bármilyen hihetetlen, annak ellenére, hogy mondjuk ők nem biztos, hogy hisznek Istenbe. De valami olyan dolgot megmozgat az emberbe tudat alatt, ami megmagyarázhatatlan egy nem hívő embernek. Radics Gigi azt a dalt adta elő a koncerten, amit 2020-ban kislányának írt, és amivel a Dal című műsorban indult tavaly. Van benne egy ilyen kis gospeles rész a végén, és hát nem csak a kislányomról, de Istennek is szól ez a dal, és ezért választottuk a Balázzsal a mai eseményre ezt a nótát. Bojki Balázs, prímadíjas énekes 2011-ben azzal a céllal indította útjára a Bojki Soul & Gospel kórust, hogy a professzionális énektudással nem rendelkező, de profi hozzáállással bíró emberekből olyan keresztény értékeket képviselő zenei formáció alakuljon ki, amellyel mostanra nemzetközi produkciót tud színpadra állítani. Bojki Balázs az M1-nek úgy fogalmazott, ami nem változott az elmúlt 10 évben és a következő 10-ben sem fog változni, az, hogy gospelt fognak énekelni. Így arról énekelnek, amiben hisznek. Egy belső tűz, egy belső katalizátorként tud az ember hite úgy működni az életében, amit mi nem azért énekelünk el másoknak, mert mi annyira jók vagyunk, hanem azért, mert ez a megoldás működött a mi életünkben és működik minden nap. Túl a Covid-on, a mindenféle dolgokon, és ennek van egy ilyen nagyon nagy megtartó ereje. Bojki Balázs úgy látja, hogy a felkészülés során mindenki átmegy egy szívét, lelkét, személyiségét érintő utazáson, önmagával történő szembenézésen, amit, ahogy fogalmazott, remélhetőleg a közönség is megérez. Kiskun Félegyházán folytatódott a nyaraj itthon. Mutatjuk, miért érdemes odautazni. Hová szívem lelkem mindig mindenhonnan vissza-vissza vágyott. Újra láttam végre születésem földjét, a szép Kiskunságot. A szép Kiskunságot, az Alföld egyik legszebb, legváltozatosabb táját ismerhetjük meg, ha a Kiskun Félegyházán járunk. Gyere Csilla, megmutatjuk Petőfi városát. Ebben a városban minden Petőfi Sándorról szól. Ez a ház is, ez Petőfi édesapjai volt, mészárszékként működött, ma könyvtár. A költő gyermekkori otthonául szolgáló házat 1840-ben lebontották. Helyén most múzeum áll, ami Petőfi Sándor életét és korának helyi vonatkozású emlékeit mutatja be. Na, elkerültünk ebbe a jó kis varázsszobába. Jaj, de jó. Igen, tényleg itt az embert egy kicsit áthatja maga a költészet és Petőfi Sándor. Igen, gyerekkorunkban már. Te is? Biztos? Petőfi. egy tudja, hogyha valaki ide elkavarodik,
Eleve tényleg van egy varázslatos hangulata ennek a szobának, így, hogy látjuk itt mindkettőjüket, Petőfi Sándort is és Szendre Júliát is, de hát itt a rengeteg vers, amiknek a tartalmát azért véleményem szerint csak így felnőtt korba értjük meg. A város nem csak Petőfi, hanem Móra Ferenc emlékét is őrzi. Hiszen ebben az apró, náttetős házban született a Kincskereső kisködben írója. Az Alföld bájos városát jászok és kunok tették virágzóvá. Már a jelentős közlekedési csomópont és a város vasúti forgalma is kiemelkedő. A vasútállomástól nem messze található itt a strand, az én kedvenc helyem volt gyerekkoromban. Ott tanultam meg úszni a hideg medencébe, és hát amikor vége lett az oktatásnak, azonnal mentünk a sajtmedencébe, ami termálvizes volt, őt egy picit meg tudtunk melegedni. Európa szerte páratlan élményben lehet részünk a város ligetős főutcáján. A több mint 100 éves, helyi védettséget élvező platánsor 101 fából áll. Éppen ezért mi mindig végig sétálunk itt Robival, hiszen szemed gyönyörködtető a látvány, finom kávé, jó kis fagyik, olyan romantikus. A város mellett a népi hagyományokat is őrző tanyavilág található, és a szántóföldek között megbújó családi gazdaságok közül néhány vendégeket is fogad. Aki egy kis kalandra vágyik, az megismerkedhet a helyi lovas és pásztor hagyományok alapjaival. Nagyon szépek a lovak, ez egy nagyon jó élmény. Még így férfiként, férfiként is. Itt az Alföldön a szarvasmarhák, lovak és a velük szimbiózisban élő állatok páratlan látványa fogadja a vendégeket. Édesem! Kiskun félegyháza optimális szálláshely a kirándulóknak, hiszen a közelben található tőserdő, valamint ópusztaszer és a kiskunsági nemzeti park is. Ez volt a Híradó délben, további híreket weboldalunkon találnak a híradó.hu-n, most pedig jön a Nemzeti Sport Híradó Maruzsa Istvánnal, maradjanak velünk!